az atomfegyverek. Ha az atomfegyverek fenyegetésének hatását összehasonlítjuk az emberiség ellen elkövetett másik hét halálos bűn következményeivel, nem zárkózhatunk el annak felismerésétől, hogy a nyolc közül talán ez az, ami a legkönnyebben közömbösíthető. Fennáll az a veszély, hogy egy őrült, egy diagnosztizálatlan pszichopata hozzáférhet a kioldó gombhoz, hogy egy egyszerű balesetet a szemben álló oldal provokációnak vél, és ezzel elszabadulhat a pokol. Ám az, hogy mit tehetünk a bomba ellen, teljesen egyértelmű. Egyszerűen nem kell előállítani és bevetni. Az emberiség hihetetlen mértékű kollektív ostobasága miatt ez persze meglehetősen nehéz elérni. Ettől eltérően a többi veszély esetében sajnos még elképzelésünk sincs a megoldásról. Bízom abban, hogy az atombombát nem vetik be, ebben a tekintetben sokkal derülátóbb vagyok, mint a másik hét halálos bűnt illetően. Az atomfegyverek fenyegetésének legnagyobb kártevés a napjainkban és kedvező esetben a jövőben is csak az általános világvége hangulat. A primitív kívánságok azonnali kielégítésére irányuló infantilis felelőtlen törekvések, és ebből adódóan a jövőbeni felelősség vállalására való képtelenség egészen biztosan összefügg azzal, hogy tudat alatt is minden döntésnél felmerül az aggodalmaskodó kérdés, hogy vajon, Meddig is világ még a világ?